Szervusztok, örülök, hogy újra itt vagytok. Remélem, hogy minden oké veletek. Könyvek. A könyvek fantasztikus dolgok. Annak idején, amikor még ugye, fiatal voltam és kellett a pénz, elég erősen rá voltam állva a történelmet, illetőleg a magyar etnogenezis témakörére. És ez tulajdonképpen ez a szerelem a mai napig kitart, de talán egy kis alacsonyabb lángon lobog azóta. Akárhogy is tele voltak rakva íjakkal a falak, ugye mai napig tulajdonképpen voltam talán négyszer ópusztaszen. Szóval értitek, összevásároltam egy rakáskönyvet is persze. És nem tudom, észrevettétek-e, de a magyar őstörténetet, illetőleg a könyvpiac annyira szaturálva van fasságok tömkelegével, hogy az valami egészen félelmetes. Őszintén. Jó, valahol érthető, na de mégis. Szóval nem a magyar őstörténetről fogunk beszélni, én azt a darásfészket köszönöm szépen, abból nem kérek, tehát nem fogom érinteni a csatornám 95%-ot soha, direktbe legalábbis, tehát nem fogok videót készíteni róla. Mindenesetre a könyvünk címe a Hun Magyar Harcművészet, az IASZAT hagyományos módszere. Már a cím is fantasztikus. És mint említettem, nem a magyar őstörténetről fogunk beszélgetni, legalábbis nem arról fogok felolvasni belőle, hanem az ókorról. És jellemzően igyekszem a forrásaimat legalább félig meddig korrekten kezelni, tehát meghivatkozom őket normálisan. Most ezt két ok miatt nem fogom megtenni, az egyik ok az nyilvánvaló. A másik az az, hogy ha akarnám, sem tudnám leírni, hogy ezt konkrétan kicsoda írta ezt a szemlélményt. Mert a könyv nem írja, a könyv több szerzős, és egyébként büszkén sorol fel a szerzők között két MTA-s tudóst is. Az egyikük egyébként genetikus, szóval nem sok köze van a történelemhez, és a másikuk pedig lovakkal foglalkozó szakember, szóval nem sok köze van a történelemhez. Persze erre lehet nyugodtan mondani azt is, hogy neked se. Milyen igaz? Nem is írok könyveket. Na jó. Tudjátok mit? Megpróbálom tűrtőztetni magamat, nem kommentálom az elhangzottakat, csak felolvasom. Így szól az idézet. Mondván, hogy ha már ennyi pozitív példát hozok, akkor legyen egy kis egyensúly az életünkben, nem igaz? Tehát a perzsa-görög háborúk záró akkordja a makedón hódítás Alexandrosz vezetésével. Ez a hódítás, Nagy Sándor birodalma, mély nyomokat és jelentős változásokat hozott a terület kulturális és főként politikai életében. A hadművészetben azonban egyáltalán nem. Már Alexandrosz hadseregében is megfigyelhető, hogy a legnagyobb harcértéket képviselő csapattestek, íjászok, lovasság, mindegyike idegen eredetű, nem macedón, így mondom, mert így írja a könyv, nem macedón vagy hellén eredetű volt. A diadal nem is az Európa-mediterrán térségére ekkor jellemző primitív nehéz gyalogságnak volt köszönhető, és bár ezek nagy számban vettek részt a hadjáratokban, a győzelmes makedón hadseregnek eddig szerves részét képezték, a meghódított területeken katonai hagyományaik birodalmukkal együtt elenyésztek. Nos, akit, szóval aki ezek bízik a könyvben, értitek, tehát nyökögök, mert nem akarok tiszteletlen lenni, akárhogy is, szóval akit ez a könyv érdekel, az a mai napig egyébként mindössze 8600 forintos akciós áron beszerezheti. A videó elkészítése előtt néztem rá direkt. Maradjunk ennyiben. Róma. Ott hagytuk abba, hogy kezdtünk előre nyomulni Nursia irányába, ami ugye a Szabinok utolsó erőssége. Egy icipici probléma van, védtelenül hagytuk Hadriát a hátában a The Storm Riders-el. Ezt nagyjából direkte csináltam, ezt úgy vagyok vele, hogy ezt a 11-es Frentani haditengerészeti pakkot talán Hadria helyőrsége képes lesz lekezelni. Természetesen opció az, hogy Tahitiből kimozdítsuk a légiónkat, és direkt támogatást nyújtsunk a városnak, azonban, mint látjuk, masszív problémáink lesznek a közrenddel, ami ugyan Hadriára is igaz, de Hadria még egy icipicit odébb van. Az egyetlen legfőbb orvosságot egyedül abban látom, hogyha ezeket az ellenségeinket eltakarítjuk a színről, és akkor az ügynökeik megszűnnek létezni. Tehát ezért bizonyos szempontból Hadria őrizetlenül hagyása és Nursia kikapcsolása a történelemből hosszú távon talán a jobb metódus. Én úgy emlékszem, hogy Picantes száborúban áll az északi szomszédaikkal, akik úgy látom, hogy a Gal Konfederáció, alig hanem a Xenonok alkottak a távollétünkben, és ezért, ugye, hogyha visszaemlékeztek egy korábbi videóra, akkor említettem is, hogy bölcsen teszik, hogyha hátra vonulnak a településeik védelmére, és bizonyos szempontból ezt is tették, habár érdekes, hogy
Ausculumot fontosabbnak tartják, ami egy fallal körülött és távolabbi település, mint Filmumot, Filmumkötő városát, ami ráadásul egy sótermelő terület. Sólepárló, nem tudom, hogy pontosan milyen. Gondolom, hogy ugye a tengerből párolják le a sót, de akárhogy is. Küresznél tudnánk építeni. Bár talán ezt egy parkolópályára helyezzük most még, hiszen fontosabb dolgaink is vannak. Például Cassinum és az itteni légió, és talán ennyi, azt hiszem. Így hirtelennyében. Habár... Ó, igen, hát elsősorban ugye a közrenddel kellene tennünk valamit. Semnium, azon belül is Corfinium kezd egy pici... azt hittem, hogy mondom, kezd egy picit magához térni, de hát úgy könnyű persze, hogy a nyakán tipor egy komplett légió. Tehát gondolkodtam azon, hogy visszafogom őket vonni az adózás alá. Ez ugye a pikénomi területeket el lehet felejteni, tehát ezt nem érinti, és Frentani teljes egészében el lehet felejteni. Sőt, igazából nem tudom, hogy mennyit segít, de ha az adózás alól kivesszük ezt a területet, akkor túlságosan sok pénztől és némi élelmiszertől esünk el, ezért aztán ezt nem fogom megtenni. Hogyha fellázad, akkor újból az fog történni, mint amit eddig is tettünk, embereket kezdünk el megölni. Az általában úgy vettem észre, hogy a problémáink zömét megoldja. Legyetek szívesek a jövőben ezt nem idézni tőlem. Köszönöm szépen. Adom itt a tippeket. Jó, a légiónknak, ahogy elnézem, adhatnánk egy pöttyöt, és ez... Missile... A Legend Barbarian Subject, bár... Annyira szeretek ilyen lángoló gombócokat lepakolni, hogy menjünk ezzel, bár érteném és megérteném, hogyha ezzel többségében nem értenétek egyet. Mégis, ez most a választásom. És folytassuk a légiónk felfegyverzését. Hát, dobjunk be egy lovast. És... Még néhány távolsági fegyveresre azt hiszem, hogy szükségünk lesz. Ha jól tudnánk használni a gerelyhajítókat, sőt, igazából legyen 3-2-es felállás a paritjások javára. Kezdtem unni azt, hogy az ellenségeink paritjásokkal éppen, hogy majd, hogy nem. Mintha fölényben volnának. Ami nem egy lekezelhetetlen dolog. Na de mégis... Nem, ez fog... Habár ezekre mindenképpen szükségünk lesz, tehát... Jó, a gondolataim megint előre szaladtak. Nézzétek el nekem, korán reggel van, mi egymás. Tehát azért állítottam meg magamat hirtelenjében, mert eszembe jutott, hogy pont itt, ahol parkolunk Cassinumban el fog készülni. A Castrum. Ami pedig lehetővé fogja nekünk tenni azt, hogy Italian Horse Skirmisher-eket, Equus-eket, Centuri, Enzis Centuri és Velitest vegyünk fel. És az jutott eszembe, hogy ezek az egységek viszont akkor is hasznosak lesznek nekünk, de kimondottan csak a nehéz gyalogság lebegett a szemem előtt. Sem az Equus, sem a Velitest nem. Rendben. Akkor viszont őket nem fogjuk felvenni, tehát ezt a pénzt nem kívánom kidobni, viszont az Ekenzi továbbra is hasznos lehet, tehát ez maradhat. És a Fidelis föl fogjuk szerelni, sőt átfegyverezni, hogyha erre módunk lesz, abban az esetben, amint ez az épület nekünk elkészül. A fentmaradó pénzünket pedig forgassuk vissza építkezésekbe. Például ugye Küresznél az élelmezési gondjainkon tudnánk segíteni, esetleg a Public Order-en, bár ennél többet nem tudom, hogy mit segítsek a Public Order-en, tehát eleve itt van mondjuk egy Jupiter templom, ugye? Shrine, oké, oltár, de ezen nem fogunk összeveszni. Itt van egy ring, tehát nézzük már rá, hogy pontosan miből tevődik össze ez a Public Order. Egy difficulty level, hurrá, hurrá, buildings, minusz 7, technológiák 2. Cultural Differences Texas, hát a Texas-en nem hiszem, hogy nagyon változtatni fogunk. Hol áll jelen pillanatban az adózási szintünk? Középen. Én ennél lejjebb nem nagyon kívánom húzni. Még úgy is egyébként, hogyha lejjebb húznánk, akkor a népesedésben kapnánk egy bónusz. Ez nekem nem oké. Különösen most így, a vicc az, hogy különösen most így a játék elején nem oké, mert itt a pénzre inkább szükségem van azért, hogy megnyomjuk a lehetőségeinket. Hát. Mondjuk ez a plusz 9 ez nem rossz, mindent egybevetve. Ezen felül a kultúránk is terjedni látszik. Tehát talán tudnánk gazdálkodni egy leheletnyi kis közrenddel. Ide hozom a kamerát, hogy lássátok, amint Küresz terjeszkedik.
Hát élelmiszert dobhatnánk be a közösbe esetleg, vagy nyithatnánk egy bányát. Bányánk már ugye van. Field of Mars. Nem hiszem, hogy különösebben fontos. Ráadásul még Nurcia is hátra van, ahol katonai létesítményt, ha szükség úgy hozza, akkor elhelyezhetünk. Esetleg Public Order, Food, Agricultural Buildings, Latent. Igen, Research Rate, Public Order. Ugyanez. Unit Morale, hát szó-szó. Gondolkodom egy templomban. 450, viszont mínusz 8. Jó, hát legfeljebb később átépítjük, de úgysem fog eszembe jutni. Szóval akkor dobjunk le egy templomot ide. Keresztre gondoltam. Támogassuk a mezőgazdaságot az istennő áldásával. És persze, még mielőtt elfelejteném, följebb nyomhatnánk az egyes települési szinteket is. Bár azért nem vagyok 100%-ig meggyőződő arról, hogy ez nekünk jelen pillanatban olyan rohadtul megéri. Eléggé drága, és oké, hogy előrelépés, de erre az előrelépésre jelenleg szükségünk van-e? Kérdéses. Ja. Igen. Itt voltam az előző. Előzőleg, tehát örülök neki, hogy rácsodálkoztam. Itt Frentáni földet viszont lehetne nyomni tovább. Róma nem nagyon égetővei, szintén ugye nem. Picenum esetleg, Hadria. Hát Hadria kaphatna egy military campet. Sőt, ezt most el is kezdjük építeni. Nem is annyira azért, mert most rögtön azonnal szükségem lesz rá, de ha szükségem lesz, akkor az ugye, mint látjuk, három kör, és akkor ez még mindig csak egy military camp, és a következő, a castrum, az további fogalmam sincs. 4-5, minimum 3. Tehát ezért volt ez az ötlet emögött, és a maradék pénzünket pedig itt a Frentani esetében szeretném visszaforgatni valami olyasmibe, hogy ide úgy emlékszem, hogy egy amfiteátrumot terveztünk építeni, úgyhogy dobjuk le. Ez lehet, hogy nekünk olyan szempontból is segítség lesz, hogy mind a kultúrára, mind a közrendre szükségünk lesz. Ugye? Cultural difference. Hogy mínusz 19-es. Aha. Nagyon gyorsan el kell kezdenünk etnikai tisztogatásokat végezni, tehát ez így nem buli. Aha. Jó. Nagyjából megvagyunk, ugye a támadó erőnk jelenleg már nem tud lépni, hiszen azt leléptük az előző videóban. Itt nem is nagyon kívánok lépni. Há, bár megtámadhatnánk őket, de... Meg is fogjuk támadni őket. És itt pedig elszórakozik egymással Frentani, valamint a Marukkini. Jó! Ha Tahiti nem lenne gázban és gyászban, akkor mehetnénk és támadhatnánk tovább. Habár ez Tarasi föld, ez Pellegrini Tarasz. Lehet, hogy ez lenne a megfelelő ötlet, mert akkor ki tudnánk talán írtani a Frentánit. Meg tudnánk-e tenni egy nekifutással? Ha itt hagyom ezt a területet, akkor felfoglázodni. Tök mindegy, mert így is úgyis felfoglázodni. Jó, mindegy, egyelőre jegeljük ezt a problémát, támadjunk itt, szeretnétek látni valami ütközetet, és említette valamelyikőtök, talán úgy emlékszem, nézzétek el nekem a névmemóriám, mi egymást, talán a Pokolkorbács mestere néven fut a kolléga, hogy az ilyen csatákat pörgessük meg egy picit, de én azért mégiscsak szeretném letiporni ezeket az embereket, nem tudom, mit szóltok hozzá. Tegfejt, igyekszek mozizni. Ó nem, kis hián elmenekültetek, de csak kis hián, ez szörnyű. Nézzétek csak, oly közel és mégis oly távol. A vonnyító farkasok büszkén és gőggel léptek római földre. De ha rajtunk múlik, akkor egyáltalán sehogyan nem fogják azt elhagyni, legfeljebb a hanvaik. Vagy amennyiben folytatnak osszáriumos temetkezést, akkor talán a csontjaikat át fogom adni a hozzátartozóiknak. Most valahogy olyan megengedő kedvemben vagyok. Na jó.
Nagyon elszórakozom az időt, ez nyilván látható. És nem tudom, hogy hányótoknak van ez a kedvére, de időnként az ember szórakozzon is, nem igaz. Burkolódjunk rájuk. Itt nem kell őket nagyon megzargatni fölöslegesen. Mégiscsak ott van a fővezér kolléga, lándzsákkal meg mi egymással. És nekünk azért itt is van munkánk. Késő bánat, Samnis. Amikor idejöttetek, ez az egész még jó ötletnek tűnt, ugye? Így szokott lenni. Nem hibáztatlak titeket. Nem tudom, melyik ókori szerző írt valami olyasmit, hogy senki emberfia nem megy úgy háborúba, hogy úgy gondolja, hogy meg fog halni. De hát valakik mégiscsak meghalnak. És ez az a mai napon főleg ti leszek, sajnos. Valakinek meg kell. És még csak azt sem lehet mondani, hogy ez római részről nem egy igazságos és szent háború. Ugye? Medullinus várom. Nincsen véleményed. Értem. Ez is valami. Mindenről nem lehet. Ó! Rossz egységeket küldtem ellenetek. Ez a hiba valószínűleg a csatába fog kerülni nekem. Jaj, nem, várj, mégsem. Olyan eszméletlen túlerőm van, hogy cseszni sem lehet ezt az egészet. Mi több lovaim vannak, nektek viszont nincsenek. Az élet olykor igazságtalan. Na jó, egy kicsit kevésbé kéne ezt a trash talkot erőltetni nekik. Bőven elegendő problémájuk vannak az életben. És ki tudja, egy nap talán mi leszünk a pénisz rosszabbik végén, ugye, ahogy mondani szokás. Most még könnyen beszélek, aztán lehet, hogy eljön az a nap, amikor nekünk kell imádkozni a római istenekhez. De hiába. Érdekes párbaj. Ezt még akár meg is nyerheti hősiesen. Így van. Ellenségünk. A probléma a hátuk mögött érkezik. És ha ez még nem lett volna elég. Akkor adunk nekik még egy kevés problémát. Azt tudunk a számukra nyújtani eleget. A teljes bekerítés megtörtént tehát, de a becsületükre legyen mondva. Tisztességgel küzdöttek. Nem tudom, hogy egy királyt öltünk-e itt meg. Ha igen, akkor a Feretrius szentélyben persze ki fogjuk akasztani a vértjét, de emelni fogunk egy jó szót az érdekében Marsnál. Nos, erről ennyit. Mint említettem, nem harcoltak rosszul. Ó, és megmenekültek? Azt úgy mégis, hogyan játék? Azért, tehát... Nem fogok veled vitába kezdeni, Róm 2. De ez azért legalábbis érdekes. Á, nem, jó, rendben. Megnyugodtam. Mégis érdekesen festett volna, hogy a három ember el tud menekülni ebből az ütközetből, mondjuk, és az pont a vezérük. Bár még majdnem valahol érdekesen is festett volna a történet. Majdnem megérdemelte volna, ahogy harcolt. Nos. General. Unit Recruitment Cost, nem is annyira ez az érdekes, hanem akkor már inkább ugye a Great Leader. Bár talán még ez sem annyira. Upkeep Cost az nekünk jelenleg még különösen a játék elején segíthet. A játék elején mondom ezt én is, már mióta játsszuk ezt ugye. És esetleg bedobhatnánk kíséretnek egy Shield Bearer-t, aki ugye 5% páncélzatot fog adni minden egységnek. Ami azért alig, ha nem meg fog látszani a mutatókon, ugye? Igen. Így van. Jó.
Végül ugye elgondolkodtunk ezen a részen itt, TT esetében, viszont fel fognak lázadni, az a probléma. És ha elfoglalom ugye a Histoniumot, akkor néhány körre ki fogok esni ott is, és nem lesz lehetőségem visszaérni a lázadás levelésére. Tehát a lázadással nincsen problémám, a problémám az azzal lesz, hogy nem fogom tudni lekezelni, mert jelenleg ott nem állomásozik semmim. Ambar a Latina esetleg. Ne. Ugye Tarrasra is egy fél szemmel figyelnünk kell. Gyakorlatilag biztos vagyok abban, hogy előbb-utóbb be fognak zuhanni az ajtónkon. Ugye, így van. Tehát időkérdése is. Ráadásul rosszra vittem rá az egeret, ők ugye nem Tarrasra, hanem Pellegrinusok, hanem Tarras, igen. Őket nem is jelenleg nem látjuk, de ezt át tudjuk hidalni a diplomácia panellel, és akkor látni fogjuk. Sokkal kevésbé utálnak bennünket, mint számítottam arra, hogy utálni fognak bennünket. Ez érdekes. Tehát akkor főleg ez lehet az oka annak, hogy nem takarítottak még el bennünket, vagy próbáltak meg eltakarítani bennünket. Pedig aztán ellenségüket nem támadom. Ugyanakkor szövetségesüket viszont támadom. Sőt, bocsánat, kliensüket viszont támadom. Úgyhogy, military action... He? Értem! Tehát akkor az lehetett a történet, hogy háborúban győztek a szamniszok felett, és így keveredett alájuk, mint kliens állam. Ezzel együtt is azért jó pofán néz ki a játék, hogy most már az ő védelmük alatt áll viszont a szamnisz nép, és ennek ellenére az ellenük vívott háborunkat pozitívunként értékeli a játék. Értem a logikát, de nem értem a logikát. Szóval, mindegy. Apropó, Tarkuna, mi jó újság veletek? 36, mínusz 25 ugye az expense, aha. Volt egy olyan hozzászólás, hogy esetleg átdobhatnánk egy diplomatát hozzájuk akár. Nem tudom, hogy ezt most jelenleg meg tudnánk-e tenni. Vajon melyik is? Egyáltalán nem emlékszem arra, hogy melyik a szent diplomat. Ez az. Ez lenne az. Valakit elküldjünk el diplomáciai küldetésbe. Miért is ne? De kit? 31 ugye 25 éves, 31-es influence, 20... Nem, bocsánat, fordítva, 25-ös influence, 31 éves, 45, 38, 21... mínusz 2 loyalty 4 körig. Mindegy, kockáztassuk meg, mi baj történhetne, nem igaz? Legfeljebb kitör egy polgárháború, pusztán azért, mert elküldtünk mondjuk egy hölgyet. Egy diplomáciai útra. Ez teljesen vállalható lett. Viszont az Other Nobles-t is megléphetnénk esetleg, bár... Ne. Mondjuk Camillus, mit szólnál ahhoz, hogyha az asszonyt elküldenénk külhomba? Nem aggódsz miatta, ugye? Mondjuk, kísérletet is adunk mellé, tehát ez evidens. Mégis, mit fog tenni tőled távol idegen városokban idegen férfiak között? Fiatalon, szépen, mint ez a 31 éves élete virágában van. Római nemes asszony. Hatalommal és szépséggel. Egyedül. Na jó. Célpontunk Tarkuna. Hölgyem, sok sikert. Remélhetőleg nem a fejed nélkül érkezel vissza, mert hogyha igen, akkor nem fogom tudni, hogy hogyan kéne elszámolnom a férjednek. Aztán ki tudja, lehet, hogy családilag ez a jobb opció. Ugye ne menjünk mélyebben ebbe bele. Menjünk inkább a következő körre. Na jó, mondja a játék, az ügynökök most éppen mit tettek velünk. Raid. Ho-ho-ho! A diplomatánk elárult bennünket. Ez fantasztikus. Köszönöm a javaslatot ott. A hátsó sorban valaki, aki most nagyon próbál megbújni a nézők között. Köszi! Nem, csak viccelek persze. Ez benne van a pakliban, sőt, mint említettem, az is benne lett volna, hogy kivégzik. Igen, tehát ez is várható volt, hogy próbálják lázítani a saját lakosságunkat. Egyébként akkor ő neki most nincs, de van felesége, jó. Halleluja. Tehát ez lett volna még a vicces, hogy konkrétan átállt Tarkunához.
Történelmileg ez egy teljesen értelmezhető dolog lett volna, de mégis. Jó, a custom elkészült. Figyeljünk oda a fontosabb részletekre. Battlefield Runner, oké. Okay. Igen, ezzel is tisztában vagyok, tehát én már várom a lázadást. Ugyanakkor... Apropó, kém az még továbbra is teljesen esélytelen, hogy valaha is elkészüljön, ugye? Úgy emlékszem, hogy valami masszív kutatásokba kéne emiatt belemenni, tehát ugye 3 meg 7, 10 kör, amíg egy kémet fel tudnék venni. Ne játék, ne vicceljünk már egymással. Tudom, hogy N plusz egyedik alkalommal nézek erre rá, de akárhányszor ránézek, mindig így fölkattanak, hogy ez valami. Ez valami, gyerekek. Az igen. 10 kör egy kémért. Ó, plusz 2 public order. Nem most kéne erre rápillantanom, de kíváncsi voltam arra, hogy most éppen milyen technológiát kutatunk. Ugye a The Responsible Roman Citizen, elsősorban ez a plusz 5 tax rate, valamint a Scriptorium. De hiába, ez a civil fa, ez egész egyszerűen csak egy korrekt dolog. De vissza a légiónkra. Tüsszentenem kell. Gotterálde. Szóval vissza a légiónkra. Elkészült ugye a castrum. Ezt pedig kiaknázandó, bedobhatnánk a légióba mondjuk, ne Enzis Centuriét, hanem például Centuriét, akik viszont nem olcsók. Tehát legfeljebb 3 egységet tudnánk felvenni. Illetőleg az Equist, akik szintén egy jó számottevő minőségbeli előrelépést képviselnének. De egyúttal masszív pénzbe kerülnek, és azért érdemes nem csupán a bekerülési költséget nézni, de a fenntartási költség is ott van a szerem. Vegyük például a Roman Light Hoplites, ugye 105, Kenturi 158, ja, nem gond. Vegyük őket föl, ez már réges-rég szükséges lett volna, és most jött el ennek az ideje, hogy talán a légióinkat egy picit feljebb nyomjuk. Ez szerint a felfoglázat. Tudjátok mit? Essünk túl rajta. Én azt mondom nektek, hogy essünk túl rajta. Téti. Frentáni föld. Kérlek, lázadjatok fel. Lássuk, hogy akkor mi fog történni. Tudjátok, hosszú az út Róma és Kápua között, hogyha érthető, hogy mire próbálok kiukadni. Na, de próbálkozzuk tovább vinni légiónkat az Equestrist, és persze, hogy átmegyünk Picantis területeken. Holott ez volt az egyetlen dolog, amit próbáltam elkerülni, azzal, hogy itt... Most komolyan lépésről lépésre kellett volna lekattintanom az úton alatt, tehát... Jó, ezt még talán ki tudnánk mozogni diplomáciailag, úgyhogy mondjuk küldök nekik valami... mindegy, felejtő. Tehát nyugodtan maradhatunk abban, hogy ez a háború is csupán idő kérdése. És ráadásul még ott vannak az emberek is, ugye? Nézzük vissza a diplomácia panelra. Nézzétek el nekem, hogy egy picit szét van esve a figyelmem, de... Igen, tehát ez is egy laza mínusz 23-as. Tarkuna még nagyjából tartja magát, de fontos volna, hogy az északi határainkon normalizálódjon a helyzet, azért, hogy lehetőség szerint tudjunk végezni déllel, mielőtt minden másra sort kerítenénk. Legalábbis ez volna az ideális. De legalább már kiértünk ugye az Adriai tenger partjára, tehát a 3 frontos háború leszámít a tengerészeti egységeket. Már kevéssé él, de ez is csak papíron néz ki jól, ugye? Tehát, hogy 3 frontos helyett 2 frontos háborút használunk. Mert igaz, hogy 2 fronton kell, tehát 2 fronton osztik meg a figyelmünk, viszont a frontvonal hossz, és a szükséges erők, azok viszont nem csökkentek le. Tehát ugyanott vagyunk, mint a partszakad, akárhogy is folytassuk előre nyomulásunkat Nurcia irányába, és ha minden sikerrel jár, akkor ősszel már a városra le fogunk érni. Van-e más egyéb dolog, amire szükségünk volna?
le vannak pakolva a patriciusok, ugye? Így van. Tehát ez stimmel. Még itt vannak mozgáspontjaink, de ez a légi ugye ott van, ahol akarom, hogy legyen. Ez szintén, és igazából, igen, erre emlékszem, tehát rájuk szerettem volna, hogyha sikerülne fölvennünk egy védelmi stratégiai opciót. Nem bírom kinyögni komolyan, tehát erődítjük az állásainkat, na! Fölverünk egy tábort, azonban úgy emlékszem, hogy ez csupán a nagy kampányban van így, hogyha elkezdünk embereket toborozni, akkor automatikusan tábort ver a légió itt valamiért. Vagy nincs így, vagy pedig elve rosszul emlékszem a nagy kampányra, és mind a két lehetőség él. És egyik sem jó. Mindegy, következő kör azt hiszem. Sőt, nem csak azt hiszem, hiszen annyira kimerültünk pénzzel, hogy más opciónk nem is nagyon van. Tehát lépünk őszre. Fantasztikus. Hallod, erre volt szükségem még. Öljétek meg a tábornokaimat. Ezt nem hiszem el. Komolyan. Hadd szóljam. Fiam, gyere!